segítség a vendéglátósoknak, júniusban is élnek a járulék és az áfa könnyítések. Egyre több nő gyújt rá, a férfiaknál viszont csökken a dohányosok aránya. Veres Laurát köszöntötték Gyulán, hazaérkezett a friss EB ezüstérmes úszó. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Nagyon fontos, hogy mindenki felvegye a második oltását is, hiszen a koronavírus több, különböző mutációja is megjelent már, fogalmazott az országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján. Müller Cecília leszögezte, hogy az ismert adatok alapján a Magyarországon használt védőoltások a mutánsok ellen is védelmet nyújtanak, főként a súlyos, életveszélyes megbetegedéstől óvnak. A beoltottak száma hazánkban már több mint 5.176.000 fő, közülük több mint 3.655.000 fő már a második oltását is megkapta. Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy jelenleg mind a hatféle vakcina rendelkezésre áll az országban, és folyamatos a szállítás, így aki már regisztrált, szinte már másnap felveheti a vakcinát. Hangsúlyozta, hogy jelenleg is zajlik a külhoni magyarok, illetve a Magyarországon élő külföldiek regisztrációja. Valószínűleg június második felében fog az ő védőoltásukra sor kerülni. Egyelőre regisztrálást kérjük szépen tőlük. Kellő időben fogjuk önöket tájékoztatni arról, amikor maga a védőoltásnak a felvétele lehetővé válik időpontfoglalással. A kormány júniusban is segíti a vendéglátással foglalkozó vállalkozókat. A kiszállított étel és ital után 27 helyett 5% áfát kell befizetni, illetve ebben a hónapban is megmarad a munkavállalók utánjáró adó- és társadalombiztosítási kedvezmény. A tavaly életbe lépett könnyítéseket júniusra is kiterjesztette a kormány. Az intézkedések országosan 130 ezer dolgozót érintenek. Ez a Békés Csabai gyors étterem 23 dolgozót foglalkoztat. A munkavállalók utánjáró kedvezmények havi szinten mintegy 2 millió forinttal segítik az üzletmenetet. Ez nekem nagyon jó jött, és jó tudtam fogadni, hiszen tudjuk, hogy a pandémia miatt azért az egész beindulás nem olyan egyszerű, hogy most már hónapra, hanem fokozatosan fog ez helyreállni, ez a állapot, és ezért nagyon jó jön még, ameddig nyilván a kormánynak van lehetősége. Az étterem bevételének jelentős része a házhoz szállításból származik. A jelenlegi szabályozás szerint a kiszállított ételek és italok árbevételéből 27 helyett 5%-os áfatartalmat kell adózniuk ebben a hónapban is. Tessék, Sperú Café. Ez már egy körös tarcsai kávézó, amelynek tulajdonosa szerint a családi vállalkozás sokkal nehezebben élte volna túl a pandémiás időszakot a könnyítések nélkül, így sokat jelent a kormányzati segítség. A 22% különbség, hogy 27 helyett 5%-ot fizetünk áfát, ez most azért lett, hogy sokkal könnyebben tudtuk beindítani emiatt az üzletet, mert ténylegesen az van, hogy az a bruttó bevétel, ami érkezik egy napra, abból sokkal többet tudok egyébként bérre fordítani, illetve fejlesztésekre, és ennek hatására tényleg több embert is vettünk fel. A jelenleg júniusban is elérhető lehetőségek szerint a vállalkozóknak 2 hónapig a járulékok mintegy 50%-át kell befizetni, ez közel 20 ezer vállalkozást érint országosan. A másik, még tavaly novemberben bevezetett könnyítés a kiszállított ételek és italok után befizetett áfatartalomra vonatkozik, és közel 30 milliárd forintot hagy a vendéglátással és turizmussal foglalkozó vállalkozásoknál.
A Békés Csabai Turinform iroda is nyert a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán. Az elnyert pénzből vendégbarát irodát alakítottak ki, és a turisták számára biciklis, illetve rolleres járműparkot állítottak fel. Az iroda a Békési megyeszékhely önkormányzatának kerékpáros barát fejlesztéseivel összhangban nagy hangsúlyt fektet az ilyen jellegű kültéri időtöltésekre. Tehát majd megölköd magad kétszer, és akkor nyomod a gázt, hogyha már megölted, oké? Turinform irodák a térség fogadószobái, hiszen amikor egy turista egy számára idegen környezetbe érkezik, akkor a Turinform irodák rendelkezésére állnak, és adottak arra, hogy oda befáradjon, és személyre szabott igényeinek megfelelő információkat kérjen. Az irodában olyan munkatársak dolgoznak, akik nagyon jól ismerik a településüket, illetve a környező turisztikai kínálatot, és személyre szabott információkkal tudják az itt tartózkodását segíteni. A Békés Csabai Turinform iroda elsősorban turisztikai információs iroda. Vendéglátóhelyekről, szálláshelyekről, programkínálatról, attrakciókról tájékoztatjuk a turistákat, de emellett jegyirodaként is működünk, ami azt jelenti, hogy a helyiek befáradnak hozzánk, és az ország összes szabadtéri rendezvényére, koncertjére, programjára jegyeket vásárolhatnak. Ezen túlmenően kölcsönzési lehetőséggel is foglalkozunk. A Turinform pályázatból elektromos rollereket és mechanikus rollereket szereztünk be, így a már korábban rendelkezésre álló kerékpáros parkunkat kibővítettük, és úgy tapasztaljuk, hogy ez egy igen népszerű szolgáltatás lesz. Hát Békés Csaba az több, mint a kolbász és a kolbászra épülő gasztronómia, hiszen jelen pillanatban is zajlik a Munkácsi negyed fejlesztése. Az elmúlt héten adták át a nagyszobású állandó kiállítást a Munkácsi Múzeumban, illetve azt gondolom, hogy a kerékpáros turizmus így a pandémia utáni helyzetben, amikor az emberek vágynak ki a szabadba és biztonságos körülmények között szeretnének kikapcsolódni, egy ideális forma, amelyre a Békés Csabai adottságok nagyon megfelelőek. Egyre több a dohányos nő Magyarországon, emellett pedig csaknem 40%-kal több az új tüdőrákos megbetegedés is körükben. Derült ki egy a dohányzás ellenes világnap alkalmából nyilvánosságra hozott jelentésből. A férfiaknál viszont csökkent a dohányosok száma az elmúlt években, de még így is sokan gyújtanak rá rendszeresen. Az utóbbi évek felvilágosító programjai ellenére a Békéscsabai utcákon is viszonylag sok dohányos járókelővel lehet találkozni. Az általunk megkérdezettek szintén hasonló véleményen voltak. Abban mindenki egyetértett, hogy a dohányzás nagy kockázatot jelent az egészségre. Nem, régebben többet cigiztem, mint most. Már most így naponta 10 szálat szívok nagyjából. Magyarországon sokan is dohányoznak, illetve a szokásuk, a dohányzási szokásuk azok nem annyira kulturáltak. Szerintem ez mindenhol probléma. Le kell szokni, emeljék fel az adókat, és mindig mondják azt, hogy ne dohányoz, ne dohányoz, ne dohányoz, mert másképp nem jönnek rá, hogy csak egyet elszívok, aztán még egyet, ezt majd leszokok, és nem lehet. A Magyar Tüdőgyógyász Társasága május 31-i dohányzásmentes világnap kapcsán hozta nyilvánosságra a legfrissebb hazai adatokat. Ez alapján a férfiak körében ugyan csökkent, a nőknél viszont nőtt a rendszeresen dohányzók aránya az elmúlt években. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2010 és 2016 között a nőknél csaknem 40%-kal több új tüdőrákos megbetegedést jegyeztek fel. Ezzel szemben a férfiaknál 15% volt a növekedés üteme. Dr. Fazekas Özséb Zoltán tüdőgyógyász úgy látja, hogy a statisztikák nem javulnak érdemben. Szerinte, ha kevesebben dohányoznának, akkor annak is csak évek múlva lehet majd látni a pozitív hatását. Az egyértelmű, hogy a női népesség körében a rosszindulatú tüdődaganatos betegségek száma az növekszik. És egyértelmű az is, hogy világszerte a COPD előfordulása mindenütt növekszik. A szakember hangsúlyozta, hogy a tüdőt érintő betegségek elkerülésének leghatékonyabb módja a dohányzásról való leszokás. Vagyis minél előbb kezdi el valaki letenni a cigarettát, annál több az esélye az egészséges életre.
Dr. Görgényi Ernő Gyula polgármestere köszöntötte a budapesti úszó Európa bajnokságon ezüstérmet szerzett Veres Laurát hétfőn a Városházán. Az eseményen részt vett az ifjú tehetség edzője Tóth András is, aki beszélt a tokiói nyári olimpiai részvétel lehetőségéről is. Az ünnepélyes találkozón Gyula polgármestere először az újdonsült EB ezüstérmes úszónak adott át egy ajándékcsomagot. Veres Laura beszédében megköszönte a szurkolók és a gyulaiak biztatását, valamint főleg a Budapesten szerzett élményeiről mesélt, de kitért a hamarosan kezdődő junior Európa-bajnokság céljaira is. Hát az lesz az első, a második korosztályos világversenyem, mert ugye már egy IOF-on voltam Bakuban. Most jelenleg vezetem a ranglistát 200 méter gyorsan, ez az 1.59-1-jel. Szeretnék 59-szel menni, szeretnék egy aranyéremmel hazatérni mindenféleképpen. Az ünnepségen ott volt Tóth András vezetőedző is, akit a polgármester egy üveg gyulai pálinkával köszöntött. Veres Laura mestere elárulta, titkos vágyuk, hogy részt vehessenek a tokiói nyári olimpián, ezért is volt fontos egy jó eredmény elérése az Európa-bajnokságon, ami sikerült is. Hát ezt a szövetségi kapitány fogja eldönteni. Én úgy gondolom, hogy záros határidőn belül ki fogja hirdetni a csapatot. Az ő válogatási elvei alapján nem állunk rosszul, mivel ő 2019-et határozott meg, mivel hogy nem számoltunk ott arra, hogy a Covid közben jön. Az alapján is a negyedik helyet foglalja el, tehát igazából ott is fix váltótag. Én bízom benne, hogy ő ki fog jutni az olimpiára. Görgényi Ernő hangsúlyozta, a helyiek büszkék arra, hogy az ifjú tehetség a világversenyeken a hazai színek mellett Gyula városát is képviseli. Most a médiában természetesen a napos oldalát lehet látni, az eredményeket lehet látni, az érem csillogását lehet látni, de valójában emögött hosszú évek kemény, kitartó munkája van, meg a korábbi évek eredménye is. Az eseményen elhangzott, hogy Veres Laura számára a júliusi ifjúsági EB-n való eredményes szereplés az elsődleges, de ha az olimpiára is kiutazhat, akkor arra is igyekeznek a lehető legjobban felkészülni. Sorsdöntő összecsapásra készül szerdán a férfi kosárlabda NB2-ben szereplő Békés Csabai Kosárlabda Klub. A Viharsarki együttes a rájátszás utolsó mérkőzésén a Deac Campus Fesztivált fogadja hazai pályán. Jancsika Árpád csapata jelenleg a tabella második helyén áll, és csak győzelem esetén őrizheti meg ezt a pozíciót, amellyel szerepelhet az NB1B-be való feljutásért zajló keresztjátékban. A csapatok három idei találkozója két Békés Csabai és egy debreceni győzelemmel zárult. A Békés Csaba Deac mérkőzés szerdán 18 óra 15 perctől kezdődik az evangélikus sportcsarnokban. A hazai szövetség döntése értelmében a szurkolók védettségi igazolvány birtokában tekinthetik meg az összecsapást. Veretlenül nyerte meg az NB2-es délkeleti csoportot a Békés Csaba Labdarúgó Akadémia U15-ös együttese. Nyéki Boldizsár tanítványai a Kórház utcai stadionban biztosították be a bajnoki címet két fordulóval a vége előtt. A fehérmezes Békés Csaba Labdarúgó Akadémia U15-ös együttesének mindenképpen le kellett győznie a negyedik helyen álló Gyulai Grosics Akadémiát ahhoz, hogy megnyeri az NB2 délkeleti csoportját. A csapatok sokáig egy-egyes döntetlenre álltak, de a hazaiak a hajrában felülkerekedtek. A 83. percben Saic Benyámin fejelt a kapuba, ezzel együttesen megszerezte a vezetést, majd két perccel később a bajnokság gólkirálya, Vas Milán is betalált, ezzel kialakítva a 3-1-es végeredményt. Nagyon jól dolgozott a csapat egész évben, megérdemeltem, megnyertük az összes mérkőzést. Igazán ez az utolsó meccs a Gyula Grosics ellen egy kicsit izgalmassá sikerült, de én úgy gondolom, hogy a csapat nevében is nagyon jó szezon futottunk. A csabai fiúk teljesítményéhez az is hozzájárult, hogy a Kórház utcai stadionban ünnepelhették az aranyérmet, ahol az elmúlt évtizedekben számos legendás játékos pályára lépett. Nagyon izgalmas mérkőzés volt. Nagyon örülhetünk annak, hogy a nastadionban játszhattunk. Izgalmas mérkőzés volt, és örülünk, hogy ezt is be tudtuk húzni.
A lilák mind a 28 meccsüket megnyerték, így hibátlan mérleggel nyerték meg a bajnokságot. Az együttes 208 gólt szerzett és csupán 13-at kapott, ami kiemelkedő teljesítménynek számít a mezőnyben. Készültünk, hogy bajnokoltás is lesz, ezért én azt gondolom, hogy a srácok azért kicsit stresszesebbek voltak a keleténél. Mérkőzés tekintve végig mi uraltuk a mérkőzést, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, de hogy most minek köszönhető talán ennek a kis druknak, hogy nem nagyon tudtuk ezeket berúgni. Ugye az ellenfél egy kontrából elment, és egy büntető által megszerezték a vezetést. Ezáltal nekünk nagyon nehéz dolgunk volt, beálltak teljesen védekezni. Nyéki Boldizsár csapata jövőre az első osztályban szerepel, ahol nehezebb dolga lesz, hiszen jóval erősebb ellenfelek várnak rá. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!